Sziasztok! Következő nagyjából 40 percben hangmérnök, zenész, producer barátaimmal, Stámusz Ferivel, Pásztor Sámuellel, Simon Istvánnal, Kis Józseffel és Vári Gáborral mindenféle zenei, producerelési és egyéb stúdiózási témákról fogunk beszélgetni, hogy vágjunk is bele. Fel is tenném az első kérdést. Itt mielőtt elkezdtük itt élesbe ezt a dolgot, beszélgetettek mindenféle ilyen dolgokról, és szóba került így a zenekarokkal való közös munka, és én így azt szeretném tőletek kérdezni, vagy mint zenész, igazából ilyen kicsit ilyen tanácsra is számítok ebben tőletek, hogy mik azok az ideális feltételek, amik szükségesek ahhoz, hogy jó legyen együtt dolgozni egy zenésszel vagy egy megrendelővel, illetve mik azok a dolgok, amikre figyelhet az, aki szeretne veletek együtt dolgozni, és mik azok a típushibák, úgymond, amiket így sokszor elkövetünk, mi mondjuk zenészek, és amikre így lehetne jobban figyelni. Akár mondjuk Gábor. Hát elég fontos a kommunikáció ebben az egészben. Tehát nyilván egy ilyen művészeti alkotást próbálunk mindannyian létrehozni. Van ugye maga a zenész, akinek van egy elképzelése jó esetben. Úgyhogy, hát nem is tudom. Érdemes picit türelmesnek lenni. Jó, hogyha bandában van egy ember, aki így az elképzelést... Az kritikus. Igen. Nagyon fontos. Melyik jelzőt. Melyikre gondolom. Tehát, hogy van egy főni, aki tudja, hogy miről szól ez a zenekar, és hogy össze tudja gyűjteni, és is tudja is kezelni egy picikét a zenekarban. Igen, tehát ugye arra gondolsz, hogy például, hogyha többfajta különböző koncepció van így a zenekar részéről, akkor az is keresztben vannak, akkor az valószínűleg... Egy, aki döntést hoz a végén, az nagyon fontos, mert gyakorlatilag, ha ellenkező tanácsokat kapsz, akkor hogy oldod meg a feladványt, az nagyon nehéz, ez szerintem kritikus. Igen. Nálam sokszor van egyébként az, hogy eljönnek, és úgy van egy elképzelésük, hogy mit szeretnék megvalósítani, de így azt mondják, hogy simi, maxolt ki, ahogy szoktad, és akkor igazából egyszerűbb is a dolgom, mert nem kell annyit úgymond esetleg győzködni mondjuk a zenekar vezetőjét, vagy aki úgymond jobban benne van a projektben. Jobban is szeretek egyébként úgy dolgozni, hogy úgy beleáshatom magam egy picit ugye a zenekarnak a stílusába. És te jobban szereted, hogyha tényleg teljesen szabad kezet kapsz, tehát nincs referencia, nincs mondjuk egy akár egy külföldi anyag, amihez hasonlítani kell? De mindig szoktam kérni egyébként referenciát. Ez elég sokat tud segíteni. Igen. Volt olyan, hogy nem adtak, mondták, hogy csináljam meg, és akkor utána volt az, hogy akkor küldtek három referenciát, tehát mostanság mindig kérek előre. Mi a tapasztalatok, hogy mennyire felkészült egy zenekar, hogy ez így nagyon változó? Hogy... Szerintem teljesen változó. Még zenekaron belül is az is nagyon változó, hogy egy-egy számra hogyan készülnek fel. Hogy az egyik számra van öt jó referenciájuk, azonnal tudják, mit szeretnének, hogy szeretnének, ilyen stílus, olyan stílus, és akkor jön a harmadik szám a lemezről, és akkor hát ilyen bele a lemezbe, és akkor ott leszünk bajba. Ja, hát attól is függ, hogy melyik munkafázis nézzük, mert most picikét ugye rögtön az utómunka jutott eszünkbe, és amúgy tényleg ez a, szerintem itt a kommunikáció nagyon kulcs kérdés. Most én is, most is jelenleg pont egy olyan lemezleadásban vagyok, ahol tényleg akár számonként is tök különböző, hogy van az egyikről, van egy elképzelés, és nem lehet ráhúzni egy templétet a zenekarra, tehát szinte minden szám egy új kreálmány lesz. És hát ilyenkor bele lehet futni ilyen kis aknákba, hogy véletlenül az egyik sávra nem figyeltem annyira a referencia mixet, vagy amit szoktak küldeni, ilyen rough mixet, vagy sok esetben az nem is mindig végleges, nem is tudom, hogy mennyire bízhatok abban, hogy most mennyire kellene ráhagyatkoznom, van, hogy egy kicsit katyvasz, tehát ilyen nagyon demo hangzás, ilyesmi, és akkor véletlenül eldöntöttem, hogy most ez a track ez egy kicsit előrébb lesz, mint szerintük, és ők meg egy éve hallgatják mondjuk azt a rough mixet maguknak, és így felhív az ember, hogy hát figyelj már, téged ez nem zavart? Hát figyelj, nem tudom, én így is el tudnám képzelni, tudod, de hogy az egészből tök nehéz kijönni. Úgyhogy hogy egyrészt tényleg senki ne sérüljön, nagyon oda kell figyelni ezekre a történetekre. Tehát én is
párszor már kerültem olyan helyzetbe, ahol ilyen tök hülyének éreztem magam. Basszus, hát igen, hát nem tudom, én így is el tudom képzelni, de természetesen megértem, hogy te nem. De akkor te se néz hülyének, hogy... Yeah. Én úgy hívom ezt, hogy a demo itt is. Akartam mondani, ez ja, őrült veszélyes egyébként, amikor ragaszkodnak olyan dolgokhoz, amit megszoktál. De amúgy saját magamnak is egyébként, amikor a saját demók utána csinálok egy éles verziót, akkor is néha jobban, van, hogy jobban tetszik az eredeti. Tehát ez a zenekarnál meg, tehát amikor másra dolgozok, meg őrült veszélyes, hogy ők ragaszkodnak ahhoz is, nyilván szubjektív, hogy melyik a jobb. És így mi a tapasztalat, hogy inkább ez a fajta ilyen, mondhatni ilyen emberi faktor, vagy a technikai része az, ami nehezebb egy közös munkánál? Hát igazából én mindig megtalálom a zenészekkel a közös hangot, általában inkább a technikai része az, ami kihívás, mondjuk, hogy ki mennyire van képben a hangszerén, mennyire tudják az adott dalokat, mert zenekaronként is szerintem változó. Valaki egy jam zenekar, akik lejárnak és próbálnak, a másik az, hogy mondjuk három város, különböző városban élnek, és gitárpróba meg vannak írva, és mondjuk hárman is írják a gitárpró témákat, amit utána összegyúrnak, és utána mondjuk a dobos hozzáteszi a részét, vagy nem teszi hozzá a részét, hanem akkor azt mondjuk én maxolom ki a mondjuk egy midi dobot, vagy ott találjuk ki a dolgokat. Tehát sokszor van az, hogy gitárpróba játsszák fel a riffeket, tehát nem is tudják mondjuk az egész dalt, hanem... Na, az kemény ez. De figyelj, de amúgy tök jó, tehát hogy egyből le tudják olvasni, és nincsen... Csak már ők erre álltak rá. Hát ezek már abszolút ilyen modern problémák, nem? Persze, csak ugye veszélyes nyilván a gitárpróba a tempó, stb. Tehát ezekre még, hogyha tudja is a témát, azt tudja, de azon a tempón is el tudja játszani azzal a magabiztossággal, az, hát, az mindig problémát hát jelent. Ezeket amúgy, nem tudom, én sokszor szoktam így csalni a tempó dolgokkal, tehát van olyan 80%-os tempón veszük fel mondjuk a gitárt. A riffeket nem nagyon szeretem, de mondjuk egy leadet, van olyan, hogy fele tempón, tehát egy sweepet, vagy akár tök nem jó, túl. Ja, az simán. Még hangunkat is össze lehet. Ja. Volt, hogy éneket is vettünk, nagyon sűrű rész volt, sokkal jobb lett a flow-ja, hogyha lassabban vettük fel. Ezek nagyon könnyen megoldhatók, mindenféle veszteség nélkül. Tehát, hogyha nem megy így a soundnak a rovására, vagy így meg lehet oldani, úgyhogy... Hát most nyilván a pitch shift algoritmusoknak megvan a maga hátránya, de szerintem összességében, hogyha jól szól, akkor kárpótolja a végeredmény. De például pont a Reaper egyébként elég jó a pitch shifter algoritmus volt, hogy egy tulajdonképpen más hang nem betettünk egy egész vonalgitárt, és működött, tehát nem volt vele gond utólag. Tehát a végeredmény szempontjából nyilván fontosabb volt az, hogy az ének miatt egy hanggal lentebb menjünk, mint hogy most totálisan annyira precízen szól a gitár vonaljánél, ez működik. De ott például nagy különbség van, hogy mondjuk a felvételt tényleg együtt készítitek el, és ezeket a döntéseket meghozzátok ott együtt a stúdióban, és igen, akkor azt a kompromisszumot már lelkileg megköti a zenekar is. Vagy mondjuk kapok egy anyagot, és akkor kérem vissza a hangomat. Jó, de fél hanggal fölé volt énekelve. Mert volt ilyen is. És akkor igen, tehát hogy ezt a döntést én nagy bátran meghoztam, vagy mit tudom én, hogy tényleg kiegyenesítsem, és aztán tényleg előfordul, hogy azt mondja, hogy fú, nem tudom, próbáljuk már meg valahogy visszacsalni. Ja. És akkor elküldöm azt a verziót, és hallja, hogy az enyém volt a kisebbik rossz, és akkor oké, simán. Igen, egész más az, amikor kapod az anyagot, és nem együtt dolgozol. Nyilván legfőképpen, hogyha másnak dolgozok, akkor hozott anyagból dolgozok, és ott egész más kommunikáció kell, meg nyilván ott már nem tudsz belenyúlni a felvételi láncolatba, és akkor úgy azért úgy megvan kötve a kezed. És azt kell kommunikálni, hogy hát adott esetben ebből ezt lehet kihozni. Tehát ezt is valahogy le kell kommunikálni. Hát kivéve, ha cseréled. Volt már olyan egyébként, hogy azok mondtunk, hogy feljátsszuk újra. Tehát vagy a fölgitározom én, vagy dobd át, azért hát, az sajnos ilyet én is hallottam már, hogy meséltek ilyet nekem a hangmérnök barátaim, hogy egyszerűbb neked. Igen, gyorsabb voltak. De én úgy tudom, hogy ez kint, ahol ebben nagyon nagy pénz van, és nagyon drága minden, ott ezzel nem sokat tökölnek. Ha nem csinálják, nem csinál meg a zenekar úgy, hogy annak a zenekar arca is van, akkor délután jön azért a brigád, csak a följátszák. Ugye itt szóba került egy csomó részfeladat most, ahogy így beszélgettünk ezekről a dolgokról, hogy nektek vannak olyan kollégáitok, akikkel együtt dolgoztok, és ki tudtok osztani nekik részfeladatokat? Akár editálás, vagy nem tudom, így bármi. Például én jó példa vagyok, mert én jellemzően csak a hangmérnöki részt viszem.
hogyha másnak is dolgozok, úgyhogy előfordul, hogy vagy a zenész kollégámnak zenekarba adom ki, vagy van egy pár ismerősöm, akik jók editálásba, és összedolgozunk. Tehát van erre példa. És mondjuk olyan helyzet, hogy producert tudtok hívni az így szokott előfordulni? Ja, az előfordul egyébként, de általában nem mi hívjuk, hanem mondjuk úgy adódik a projekt, hogy mondjuk volt régebben ez a mentor program, és akkor annak keretein belül, vagy már eleve találnak valakit, aki erre a szerepre van. Én gondolom azért ez így a zenekarra való kommunikációt így megkönnyíti, nem? Valamilyen szempontból. Hát attól függ, hogy ki a producer, mert tényleg hogy áll bele az egész projektbe, mert tényleg itt aztán végtelen tárháza van az eseteknek. Tehát van olyan producer, aki tényleg lejön és együtt alszik ott a zenekarral a stúdióval, van aki meg mit tudom én, csak e-mailben, és akkor mond valamit. Eléggé tág ez az egész producer fogalom, ha már itt tartunk. Tehát a zenei közegben, mert mondjuk filmes közegben, hogy ki a producer és mit csinál, az ugye azt szerintem többen tudják, de ez a zenei producer dolog, ez egy picit ilyen zöld erdő szerintem. Szerintetek működhet mondjuk úgy, vagy egy zenei producer lehet egy olyan ember, akinek nincsen igazából köze így se a hangtechnikai, se a mondjuk zene szakmai részéhez? Szerintem alapfogalmában, amit zenei producernek neveznénk, olyan értelmezésében teljesen, mert ha van egy jó rellátása egy zenére, hogy az mitől lesz egy jó dal, és milyen részt mi kövessen, vagy milyen hangszeres rész hiányzik még belőle ahhoz, hogy ez egy slágerdal legyen, ilyen értelmezésben igen, viszont amit most mindenki zenei producernek hív, az gyakorlatilag az egyszemélyes egy szuperhős, aki a felvételi hangmérnöktől a mastering engineerig így minden sokszor, vagy legalább a keverési folyamat végéig az sok szakma egyvelege, aminek része a zenei producer is, meg sok egyéb hangszerelő, mindenféle stúdióasszisztensek, egész csoportja egy személybe. Igen, ebben szempontból különbség van szerintem a külföldi zeneipar meg az itthoni között, mert tényleg a külföldi produkciók nagy részén ezek mind külön emberek. Csak hogyha megnézel egy régi klasszikus lemeznek, mondjuk akár a Wikiét, megnézed, hogy milyen kik működtek közre, akkor gyakorlatilag akár dalonként is változnak a hangmérnökök, a producer meg mondjuk egy, aki végigvitte az egész. Itthon meg szerintem igazából a nyilván kisebb zenekaroknak nincsen annyira szerintem producere, nagyobb előadóknak, pop előadóknál pedig azért nagyon sokan kiadják a szövegírást, a mondjuk a komplett hangszerelést, meg a dalszerzést is egyébként, tehát hogy így nagyon projektfüggő szerintem. Ez zenészként egyébként érdekes, hogy mikor vesz igénybe a producert az ember, mert és végülis mindig is kacélkodtam a gondolattal, hogy tök jó van egy külső fül, akire hagyatkozok, de most anélkül, hogy ez most nagyképűen hangozzon. Tehát egyszerűen nem találtam meg azt akinek a... Tehát ja, hát rohadtul meg kell találni azt az embert, aki így nagyon tudja, hogy te mit akarsz, nem? Tehát, hogy... Igen, vagy hogy tényleg vakon megbízol abban, amit ő mond, és elengeded, amit eddig azt gondoltad, hogy az a jó, amit teszed. Kell egy alázat hozzá. Bár igen, nagyon alázat, illetve nyilván az a személy, akit ilyen szempontból olyan magasra tartasz. És valószínűleg nem alakultak ilyen ikonok talán itthon, az lehet? Meg szerintem a te esetedben, hogyha te ezt már eleve átlátod, akkor nincs akkora szükségre az. És sok olyan zenekar van, akik ezt egyszerűen nem látják át elejétől a végig, nem ismerik annyira hangszereket, nem ismerik annyira technikát, és ott egy olyan ember, aki ezekben jártas, és aki ennek a dizájnját is érti, és jó ízlése van, az elképesztő mennyiséget tud javítani egy felvétel minőségén. Tehát az a munka, amit egy hozzáértő producer bele tud tenni egy anyag létrehozásába felvételnél, azután a keverést az annyira meghálálja magát, mert egy ki nem talált hangszerelés, ki nem talált hangszínekkel, abból várat építeni, az borzalmas nehéz. És igazából szerintem ilyen szempontból sokszor a zenekarokban van egy ilyen kép, hogy majd ezt a hangmérnök megoldja, de hát valójában az a része, hogy az egésznek legyen egy ilyen kohéziója, és az egésznek legyen nagyon jó, tehát az, úgy hallod az egyes hangszíneket, hogy fú, de jó szól a gitár, azt szerintem inkább produceri munka, mint
meg sound design, meg ilyesmit, ami nekem az én számomra beletartozik a producer munkába. De inkább annak a része, és a hangmérnöki munka az az, hogy ezt aztán a harmóniába rakd, és ez jó megszólaljon, az már nem annyira... Az is művészi feladat, de ott már azért az egy ilyen technikai kérdés. Igen, meg ez érdekes dolog, mert mondjuk mit tudom én egy pár évvel ezelőtt vagy évtizeddel, ugye volt egy zenekar, akinek mondjuk volt egy saját hangzása, egy saját cucca, levitte a stúdióba, és most meg ahogy mondjuk vonal jelekből dolgozunk, tulajdonképpen tetováltott ki a zenekarnak a hangzását is adott esetben. Jó, de hát jobb stúdiókban akkor is rögtön betoltak helyette egyet. Lehet, persze, de persze ez is igaz, de hogy alapvetően, hogyha a zenekarnak nincs meg a saját hangja, akkor végül is te teszed hozzá, akár hangmérnőként, hogyha mondjuk te teszed be egy erősítőt, vagy éppen egy javasolhoz, vagy éppen most a plugin-t kiválasztod, és akkor az már akkor az ezeket a döntéseket meghozó emberek, azok vagy tényleg a zenészből lesznek, mint nálatok, mert hogy ugye te lettél az, aki a legjobban tudja szerintem, hogy a Novának hogy kell szólnia. Tegyük fel. Vagy meg te tudod a legjobban, hogy a saját zenekarodnak hogy kell megszólalnia. A másik oldalon meg vannak a hangmérnökök, akik, hogyha nincs ilyen a zenekarban, akkor próbálunk menteni, ami menthető. Szerintem, mert nyilván megtesszük, amit tudunk, és ez vagy jól sikerül, vagy nem. De azt meg olyan furcsa dolog producernek nevezni, szerintem, egy picit. Tehát azért ott már hozott anyagból, és egyrészt hozott anyagból dolgozol, másrészt meg senkivel nem egyeztél meg arról, hogy hol a határ ebben az egészben. Igen, nehéz. Egyébként én mostanság nagyon sokszor kérem a zenekartól fel, hogyha mondjuk van Axtafixük vagy Kemperük, és mondjuk olyan stílusú zene, hogy tudják, hogy mit akarnak hallani mondjuk egy ilyen ambient clean gitárnál, hogy akkor küldjék el azt, amit otthon megálmodtak, és akkor van olyan, nem is reampolok, meg nem foglalkozok vele, hanem tényleg azt csak bekeverem, és akkor az alapvázat összerakom, a dob, gitár, basszust, meg ja, ezt az én is szoktam kérni egyébként, hogy az ilyen egyéb, tehát a kiegészítő sávokat, azt ahogy ők megálmodták. Igen, mert az annyira egy ízlés kérdés, hogy most kinek mi tetszik. Tehát az vagy ott vannak, vagy... Igen. Hát, de nehéz lekommunikálni ezt onnan. Kérdés, hogy van-e olyan eszköze, ami ezt kellő minőségben tudja prezentálni? Igen. Tök jó, hogy ha már egy Kemper vagy egy Axtafix van, az tök szuper, de mondjuk... Néha ilyen amplitude-bal bele lehet futni olyanba, hát, hogy egyébként tök jó lenne. Így hol lenne legkább ez az alsó határ, hogy két hete voltam egy ilyen stúdió sessionon, ahol egy gitáros srác egy ilyen tenyeremen elférő Vox kis előfokot hozott, és tök jól lehetett használni. Aha. Ami meg ilyen, nem tudom, ilyen 70 és 100 ezer forint között van kb. A cucc, hogy nektek volt már ilyen cuccal valami tapasztalat? Vagy szenzem cuccokkal? És ezek mennyire használhatók, hogy mennyire lehet komolyan menni ezeket így stúdió körülmények között? Hát a basszusnál szerintem már azért jó régóta működnek a vonal cuccok. Tehát jóval előbb lettek szerintem a használva, vagy voltak használhatóbbak, mint mondjuk a gitárnál. Gyakorlása jó. Igen. De például a szenzemp egyébként, akár a legalapabb szenzemp is egyébként, az lemezeken is szól. Akár a legkisebb is, nem is a PSA vagy éppen az RBI, de tehát ott gitárban egy kicsit szerintem azért álljátabb. Ha egy ekkora Vox izén jól szól egy gitáros, akkor szerintem jó a gitáros. Igen, akkor kézben van a szám. Elég jó gitáros. Igen, egyébként minden eszköz pontosan annyit tudom, amennyit az ember, aki használja, szóval azért nehéz belőni sokszor, hogy most milyen szoftver, milyen erősítő, mert aki tud, annak a fejében van, meg a kezében van az, hogy mit akar, és ő százszor jobban fog szólni, mint az, akinek megvan a legdrágább cucca, és elképzelése meg semmi, meg tudása is semmi hozzá. Ola Englund review-k például mindig jól szól. Mindig ugyanazt tekeri be egyébként, ugyanazt tekeri be, megvan a fejében az a hang, amit ő szeret, és gyakorlatilag be tudja tekerni. Egy ilyen kicsit elrugaszkodott kérdés lenne a következő. Hogyha eltekintünk így a földrajzi meg az anyagi keretektől, akkor mi lenne az az álommeló, amit szívesen csinálnátok, akár stúdió helyszín tekintetében, vagy zenekarral, akit szívesen rögzítenétek? Van valami ilyen elképzelés? Fú. Hát én biztos a saját zenekaromat vinném el valamilyen formában, valami olyan helyre, ami... Igen. Ez az igen. Egyik része nyilván, hogy mondjuk egy olyan ikonikus stúdióba elvinni, mondjuk most hirtelen
mondjuk valamelyik ilyen Seattle stúdió eszembe, ahol mikor Deftones készült, az Around the Fur, azt hiszem az a Hanson, vagy melyik is volt, azt hiszem az a Hanson stúdió. Például ott azért ezt megnézném. Mégis mondjuk akkor, most mondjuk Teridéttel. Teridéttel kérem. Ha már ez. Zenekarban. Igen, az a River stúdió, ami nagyon a hangulatom, hogy így természetben benne egy ilyen nagy üvegfal így esetben. Hát rendben. Igen. Szeretem a Peter Gabrielnek a stúdió. Igen, azaz. Az. Más mód. Az nagyon, tényleg, amikor így a természettel egybe így hanggal, az úgy el tudom képzelni, hogy az még sokat adhat, amikor így kilátsz a gyakorlatilag a tóra, erdőre, minden, ami így ott van, és a stúdió az így belelógatóba gyakorlatilag. Egészen hihetetlen. Még Hawaiion. Egy jó stúdió. Bocs. Hát van egyébként. Nem a Kevin Shirley van ott? Most nem akarok kérdésre. Mert ugye sok nagy banda megy ilyen egzotikus helyszínekre. Igen, igen. Azt szerintem az Kevin Shirley. Meg Tájföldön is vannak egész komoly stúdiók is, akik valóban mennek. Igen, igen. Mondor Máték volt. Igen, ők is voltak kint. Mit tudom, Enter Sikorék. Tehát ilyen egzotikus helyszínek. Meg hát ugye régen is klasszikus volt, hogy ugye minél messzebbé távolabbi helyszínekre mentek a zenekarok. Meg van Franciaországban is egy nagyon menő stúdió, most itt teszem be a... De nem a La Fabrique. Az, ami ilyen könyvtár. Az lesz, az a La Fabrique. Ah, igen, ahova szokták ezeket a Mixed with the Masters sessioneket vinni, nem? Igen, mostanában a ja. Dirty Daisies készült ott, meg nem is tudom mi volt. Fú, nem tudom. Na mindegy, szóval az például egy nagyon extra hely. Hát az biztos. Dél-Franciaország eleve, tehát egy menő. Még Finnországban vannak ilyen nagyon durvák, ilyen jeges óceánparton. Van valami Ocean Recording. Tényleg, és azt hiszem Norvégia egyébként, és pont a Lepros vett ott fel egy dalt, és az gyakorlatilag tényleg az óceánra néz a stúdió, és akkor van egy jacuzzi, amiből tényleg szétnézel, és a végtelen óceán. Tehát tényleg zseniális. Nekem az lenne még vonzó benne, hogy nekem az élmény soha nem adatott meg, hogy legyen egy olyan, hogy elmegy a zenekar, és akkor beköltözik egy 2-3 hétre, és akkor jó stúdió, jó hangmérnök, és az egészből lesz egy csapat, és akkor van egy ilyen kemping jellege, aminek a végterméke egy produktum, ami elkészül pár hét alatt, és akkor nem húzódik ez fél évre, 3-4 évre, hanem ott ilyen sűrített tempóban megtörténik az egész. Azt ugyan el tudnám képzelni. Igen, mert annak megvan az előnye is, hogy így az élet többi dolga, az így nem szól közben, hogy közben csinálod a lemezt, hanem így tényleg így akkor minden off, és akkor a zenekar az rá tud koncentrálni. Hát igen, itthon egy hétben megpróbálják szegény zenészek felesűríteni az egy hét szabiba, amit így ki tudnak szedni a munka mellett. De nálam például úgy nagyon szeretik úgy, hogy mondjuk kicsit 2 vagy 3 nappal többre lefoglalni a stúdiót, és akkor úgy hozzuk össze mondjuk a 8-10 dalt, hogy akkor 2 hetet ott vannak. Az király. Igen. Akkor szellősebben, főleg nyáron, akkor el tudnak menni egyet fürdőzni, vagy tartunk 1-2 day off-ot. Igen, ebből szempontból szerencsés, hogy te Gyulám vagy, ugye eleve távoli pont, tehát eleve kirándulás, hogyha elmennek. Tehát, sokan jó oldalára értem, tehát eleve jó poén, igen. Hú, az a day off nekem sose jutott eszembe, pedig mekkora ötlet. Nagyon jó, 2 hetente azért megetőzünk. Nálunk is mindig az van, a zenésznek is. Fissék lejönnek, akkor menjünk el ugye halászlevezni, mert hogy ez velük nagyon fontos, de hogy mind, néha az van, hogy egyszerűen nem jut rá időnk, és ez milyen bosszantó, és akkor mindig ilyen extra. Pedig adná magát. Na ezt elrakom magamnak. De akkor mondhatjuk, hogy mindannyian olyan szituációkra vágyunk, amiktől egyébként az ipar egyre távolabb kerülne. Tehát természet közeli stúdió, meg... Meg egy hét alatt lezavarni, vagy mit tudom én. És mi maradt helyett a fájküldés? Fájküldés, meg két évig húzódó lemez felé. De bele is lehet őrülni ebbe. Tehát, hogy én például az ilyen 10 napos sessionöket én már nem bírom. Tehát régebben volt olyan, hogy tényleg ilyen hardcore-ba. Ja. Végig nyomtunk ilyen 12 napokat, napi 10 órát, de most már nem bírom. Tehát egyszerűen agyilag sem jó szerintem az embernek, főleg, hogyha mondjuk produktív is akarsz lenni, hogy mondjuk szintiket kell írni, persze, akár dallamokat, meg nem tudsz már a nap végén úgy figyelni egy énekdallamra, hogy tök jó, tényleg még nagyon jó, tehát 10 órába szerintem nem fér bele. Igen, és valahogy szerintem ez azért elég komoly ilyen egészségügyi problémákat is okoz. Én ezt így zenészként úgy veszem észre, hogyha mondjuk nagyon sokat kell melózni, vagy így föltorlódnak a koncertek, vagy bármi meló, és nem tudok, mit tudom, van olyan, hogy 4 órát alszom egy nap, gondolom, hogy ez nektek sem ismeretlen dolog, és egyszerűen az van, hogy megfogom a hangszert, és fáj a kezem, vagy nem, a technika az így
mit tudom én, 70%, és ha visszaesik. Gondolom, hogy így hallás, vagy fül, meg mindenféle egyéb koncentrációs problémákat is tud ez okozni, hogy így esetleg így van nektek valami olyan dolog, hogy így, vagy meg tudjátok tenni azt, hogy így időnként mondjuk egy keretet adni, vagy egy időbeli keretet adni, hogy akkor max ennyi meló, és akkor itt muszáj egy regenerálódási idő, mert különben... Hát vak szerencsére bízom magam, én egyelőre sajnos, mert mindig van ilyen, hogy mondjuk megtervezem, hogy na jó, akkor ott egy hónapig semmit nem fogok csinálni, de az a baj, hogy bejön mondjuk egy olyan munka, amit meg tényleg nagyon szívesen szeretnék megcsinálni, és már bukik is mondjuk az egész. Amúgy meg nem az az idegesítő, hogy sokat kell dolgozni, tehát hogy nem vagyunk lusták, meg ilyesmi. Az alvásra egyébként mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy az abból nem szabad engedni. Tehát tudom, hogy macsós keveset aludni, de ez bullshit, tehát aludni. Ki kell aludni. Igen, tehát hogyha alvásra van szükség, akkor az legyen meg. Inkább engem is azt szokott frusztrálni, amikor azt érzem, hogy ott ülök, és lehetnék ennél inspiráltabb. És basszus, akkor miért? Tehát, és közben meg mondjuk feszít egy határidő, vagy tehát az nyilván nem egy jó érzés. Hát nekem most, én például a nyarat akartam úgy, hogy nem írom magam tele, aztán mégis sikerült minden hétvégét fullra írjak, és nem akartam dolgozni, és hétköznap is nyilván akkor leül az ember. Tehát így megtartani a motivációt, ezt a legnehezebb. Tehát, hogy valamit mellette muszáj. Én például családdal eljárkálok kicsit túrázgatni, vagy így napi szinten úgy dolgozok, hogy például 6-kor elkezdem a napot, én 6-kor kelek, már most egy laza fél éve, éjfélkor fekszek, tehát nem a sokat alszom. És akkor 6-tól mondjuk egy 9-ig dolgozok, utána akkor így családdal vagyok, megint dolgozok mondjuk egy-két órát, utána egy kajaszünet, utána délután 3-kor mondjuk leülök, és mondjuk dolgozok estig, de hogy így megpróbálom szétosztani, tehát nem tudok úgy dolgozni, hogy napi egyszerre 8 órát, tehát az szerintem zenében nem működik, nálam nem. Egy idő után szerintem nem, mert én, nekem is volt ez a... Biztos mindenkinek van az a nagyon elszánt fázis az életében, az a pár év, amikor tök mindegy. Igen, és nyilván persze. Akkor te is nagyon jól meg tudtad alapozni, meg én is azt, hogy tudom én, csomó olyan dolgot kiadtunk annyi idő alatt, hogy így valahogy lett egy ilyen klientúra, és akkor mond az embernek a neve így a szakmában benne van, de ja, egy idő után így oda kell figyelni. Nekem egyébként kicsit visszakanyarodva van egy nagy segítségem a Kosta, aki amúgy is hangmérnök, de van kapacitása nekem segíteni, mint stúdiómenedzser, és vele például van olyan, hogy azon kívül, hogy intéz nekem segít szerződések, mit tudom én, számlák, árajánlatok, stb. Ilyenekről is szoktunk beszélni, hogy nem kéne hogy lesz ez jó? Nem kéne pihenni együtt? Tehát, hogy ez nekem felbecsülhetetlen. Én meg kivétel vagyok, mert gyakorlatilag a saját anyagom kívül, amikor én csak hobbiból úgymond dolgozok másoknak, tehát hogy teljesen a szabadidőm terhére. De nekem ugye azt kell megtalálnom, hogy mondjuk a napi munka után mi az az időtartam, amit rá tudok erre szánni, és azt minél hasznosabban, meg azért mégis gyakorlatilag megújulva tudjam csinálni. Az mondjuk tény, hogy teljesen más, mint az egyébként az irodai munka, amit végzek, azután zenével foglalkozni, az a saját zenénél is, meg még egy hangmérnökösködésnél is egy tulajdonképpen feldülés. Tehát én nem is tekintem munkának tekintem. Tehát neked valószínűleg egy kicsit még mindig olyan lehet, hogy így odaülsz és végre. Van ilyen, mert nyilván ez a napi szava veszi el az időt, tehát ez nyilván mindig nehéz megtalálni, de biztos más, mint amikor a napi munkát végzed. Az viszont tény, hogy a délelőtti vagy reggeli figyelem az sokkal jobb. Tehát azt mondjuk nyilván azt hiányom vagy irigylem, hogy mondjuk föl kell tényleg 6-kor, és sokkal produktívabb dolgozni. Tudod, hogy mindenki alszik. Csak te vagy és a zene. Ez miatt jobb lenne egy más munkarend például, és akkor néma produktívabb az ember egy délelőtti órával, az tény. És Feri, neked így a masteringre való specializáció, vagy így, hogy erre szakosodtál ebben, valamennyire számított ez a dolog, hogy így mondjuk tényleg arra tudjál fókuszálni, ami a leginkább érdekel? Vagy? Hát igen, de ez nagyon hosszú út volt, hogy így igazából így minden másról így lemondjak, mert azért nyilván így folyamatosan jöttek még így évekből így a megkeresések, és akkor így azért az első 10 nem, az nagyon nehéz. Vagy nem vennéd fel a... Aha. Nem. Mert tudod, hogyha most felveszel egyet, akkor megfogsz még egyet. És ugyanez a mixinggel is így voltam sokáig, hogy keverd már még ezt, meg azt, és így
meg kellett hozni ezt a döntést, hogy most egyszer igen, azután megint vissza ugyanoda. Tényleg olyan, mert kicsit amúgy van, szívesen mondaná szívből igen, de aztán meg rád borul a rendszer, mert nem bírod kiszolgálni rendesen igen. Az egészet. Igen. És ez nekem nagyon sokáig dilemma volt, mert nagyon szerettem azt csinálni, most felveszek valamit, másik anyagot keverem, a harmadikat meg maszterelem, és akkor tök jó, mert tök változatos az egész, soha nem ugyanazt csinálom, csak aztán ez az egységgel több lovat, ez nem. Igen, nekem mindig ezzel van egyébként ez az időbeosztással a bajom, főleg a revíziókkal, tehát nem tudom, hogy ti például hogy csináljátok, hogy betervezel valamit, feleségem mondja, hogy de tervezd be, oké, beírom mondjuk, hogy csak hétvégén mondjuk csak felvételek vannak, és nem is mindent én csinálok, hanem mondjuk a Zsolti, az asszisztensem, aki az elég sokat besegít a felvételekbe, én csinálom a vágást, az utómunkát, de hogy mindig a revíziókkal csúszok el, hogy tényleg azt hiszem, hogy oké, utolsó lista lesz, még jön mondjuk egy három oldalas javítás, amit ki kell jönni, vagy még szeretnének lejönni, kijavítani egy éneket, akkor borul az egész, na, az aztán, és akkor igen. Ezt hova tervezed be, vagy hogy tervezed, tehát ez nagyon nehéz ebbe a kreatív munkába, tehát nem az van, hogy lefested a szobát, és akkor csókolom. Jaj. Vagy amikor az első mixre megkapod ezt a kérdést, hogy ez már kevert? Te is elszégyeled magad, erre te se tudsz mit jó. Ez nagyon jó fog szólni, ha le lesz keverve. Igen. Megülsz, hogy na jó, akkor most merre van az előre? Innen még nagyon messze. Igen. De akkor ez szerint határt sem szabsz, hogy hány revízió fér bele, vagy az így nagyjából azért van, hát az utóbbi időben egyébként úgy csináltam, hogyha például kapok anyagot keverni, akkor ott szoktam, hogy három revíziót vállalok az áron belül, és akkor utána óra bérbeszélőt csinálom. Persze. Mert egyébként attól függ, hogy most ez a három revízió is milyen, tehát hogy most nyilván három új mix, ja, tudod, persze, hogy újra komplet nullára. Új dob, komplet úgy nyilván, tehát az azért elég sok meló. Hát igen, ez csak érzi az tehát, ember, hogy... De meg nyilván azokat az ilyen konkrét hozzászólásokat, meg ami tényleg olyan szubjektív, azokat én nem is szoktam tekinteni annyira revíziónak, mert az nyilván az egy olyan, amit nyilván csak tényleg egy apró javítás. Tehát meg hogyha tényleg konkrétumokról van szó. Hát, igen. De hogyha egy teljesen új mixet szeretne, vagy tényleg az egész irány nem megfelelő, akkor az már nehéz ügy. De ezt a szabályrendszert nagyon nehéz hitelesíteni. Amikor mixeltem is, akkor folyamatosan az volt, hogy jó, akkor benne van két revíziós kör, egy óra konzultációval per dal, ez volt így a csomag, hogy mit tudom én mennyiért, benne van, hogy egy óra konzultáció plusz két revíziós kör. Hogy azokban az egy órából ülhettek, megmutathatjátok, hogy mit akartak máshogy, még utána van még egy plusz kör, és akkor általában abba belefért mindenki, de nyilván azért, akik meg nagyon elvesztek itt a részletekben, meg a basszusgitáros a basszusgitárt akarta a leghangosabbra, a gitáros meg a gitárt, és akkor így veszekedtek a stúdióba körbe folyamatosan, és a végén mindenki megsértődött, de főleg a basszusgitáros általában, mert ő mindig halk maradt. Akartam is kérdezni, mi a tapasztalat nektek, hogy mennyire célra vezető az ilyen személyes konzultáció egy keverésnél? Az én tapasztalatom az, hogy néha totálisan félreviszi az egészet, és jobbak azok az észrevételek, amit mindenki az otthon a megszokott kis cuccán meghallgatva tolmácsol, mint azt, amit ott állít. Azt tudtuk. Igen. Hát ha ilyen mix, tehát hangszínezés, meg ilyenbe próbálod beleszólni egy olyan rendszeren, amit nem ismer, éppen, akkor az targetoz persze. Ha, igen. Hát én zenészként is azt érzem, hogy én, ma, tehát hogy nem akarok ott ülni a hangmérnöknek a nyakáján, amikor dolgozik, hanem így olyan lehetőleg meg kell találni azt a meccset, hogy az a zenekar, azzal a szakemberrel, akivel biztos, hogy meg tudsz bízni, úgyhogy hogy olyat csinál, amit... De ez is lehetne egy üzenet a zenészeknek, nem? Hogy így... Hát egyébként igen. Tehát ez a lényeg, hogy azért ki kell alakítani egy munkakapcsolatot valakivel, és igen, tehát meg kell tudnod bízni abban, hogy ő végül meg fogja tudni csinálni. Meg tudnotok kell kommunikálni. Nem tudom, én mindig ezt a kommunikációt hozom fel így, hogy egyszerűen az a... És nem mintha ilyen rosszul kommunikálnék. Meg egyébként volt néhány olyan session, amikor lejött egy zenekar, és akkor így véglegesítettünk, és tök jó élmény volt. Tehát nem mondom, hogy ez mindig tévedés, de azok inkább ilyen dolgok, hogy oda rakjunk-e még csörgőt, vagy mit tudom én. Production dolgok. Igen, arra tök jó. Azokban tök jó. Hanem az ilyen pont az ilyen hangszín, meg akár még arányokban is, tehát hogy ez félre tudja vinni a projektet.
én azt úgy szoktam egyébként, hogy nálam mindig azt mondják, hogy ú, itt nálad tök jól szól, de otthon. Aha. Szóval általában, hogyha lejönnek úgy, hogy akkor javítunk, mindig megkérem őket, hogy legalább vagy valami megszokott fejhallgatót, vagy akkor, hogyha kocsiba valaki ismeri a rendszerét és sokat hallgat zenét, akkor azzal a kocsival jöjjenek le. Ez tényleg felbecsülhetetlen a kocsis hallgatás, ez az a legfontosabb része. De tényleg, de amúgy igen, ez is már előre visz, hogyha a saját füles és bele tud fülelni, az már egy fél siker. Meg én felszoktam ajánlani ilyen Audio Movers session-t, hogyha... Ezt akartam is én is felhozni, beszélhetni. Igen. Sőt, egyszerűen te Facebook posztodat láttam, és akkor mi ez? Aszta. És tényleg tök jó, tehát ez volt már, hogy megmentette a szitut. Ez egy ilyen szolgáltatás, hogy én berakom azt a utolsó pluginnek, és gyakorlatilag az én masterbuszomat tudod hallgatni. Te kapsz egy linket, egy böngészőablakkal, és ott gyakorlatilag streameli, amit én csinálok. És ez baromi hasznos. Ezzel kapcsolatban azt vettem észre, hogy ezt a kitűnő lehetőséget nem sokan szeretik amúgy. Tehát nem fanyolodnak rá valahogy. Nem tudom, lustaság van, nem szokták meg. Mert amúgy szerintem zseni. Én pedig tavaly nagyon sokat csináltam, megcsináltam 4 anyagot is, megcsináltam így. És tök jó volt, tehát nyilván nem az első vagy második kört, hanem mondjuk 2 revíziót megcsináltam, és a legutolsóra így akkor összeültünk, hogy még egy fél decibelt a vokára léci ebből az FX-ből feljebb, vagy tehát ilyenekre arra tök jó. Igen, de akkor ő is olyan nyugodtabb volt, mintha ott ülne, és tényleg akkor és ott ő kimondott egy igent, és nincs appelláta. Igen. És ez igen, tök jó. Igen. Ilyenkor ez ilyen lélektani dolog. Hogy... Ő mondta rá a végén. Így van. Hát meg a legutolsó fázisban tényleg jól tud jönni, amikor mondjuk nagyon pepecselősre veszi valaki, és én amúgy végtelenül szeretek belemenni, hogy ha valakit az megnyugtasz, hogy most sorra-sorra végigmények és végighangerőzzük, meg nem tudom, csináljuk. Csak legyen a legjobb a vége tényleg is. Időt nem se nevi, akkor menjen. És sokszor volt olyan, hogy ez nagyon sokat segített, hogy így ilyen listát, amit úgy összeírtak volna, azt mondjuk egy szám végighallgatás alatt behúzogattuk, és még egyszer végighallgattuk, és akkor így kész vagyunk. Míg azt a listát több lett volna elolvasni. Aztán lehet, hogy meg kéne tanulni olvasni. Este 11-kor már revíziót nem szabad megnyitni telefonon. Nem hallás előtt. Ne. Sokszor beleesek még a hibába. Nem, azt a kis holdacskát kell keresni. Az lélektanilag is félre tudja vinni egyébként az embert, mert mondjuk már fáradt, hogy olyan állapotban olvasod el így a zenekarnak a kéréseit, nem? Hogy így, hogy úristen, és közben simán. Lehet, hogy másnap reggel olvasnod, és jó, csak ennyi, és ez igen, egy... igen, ez így van. De nem is a hossza az ijesztő, nem tényleg inkább a stílusa, meg az összetétele, hogy most az mennyire konkrét észrevétel, az engem egyáltalán zavar, amikor végigmegyünk, hogy nagyobb ahhoz hasonló, amit ugye a személyes. A stilisztikája, hogy leírják, az sokszor nem mindegy. Mert sokszor így végigolvasod, és így úgy érzed, hogy itt most valamit nagyon elszúrtál. Igen, de ez a vevőnéltől is függ, tehát tényleg tök igazad van ebben, hogy én is, hogyha mit tudom, én véletlenül elaludtam kaja után, és tök ideges vagyok, hogy elszúrtam a délutánomat, és akkor még jön egy ilyen is, és nem, az nyilván sokkal rosszabb, mint amikor tényleg reggel felkelek, tele vagyok energiával, végignézem, fasza, kezdjük, tudod? Ja, pikpap végignéz rajta. Csak hogy érdekes, hogy én például revíziót saját zenekart sokkal nehezebb lenyelni, mint külsősöktől. Ha külsősre dolgozik ember, akkor valahogy berakja magát abba az üzemmódba, hogy jó, rendben van, is lesz észrevétel, azt úgyis meg kell csinálni, tehát ez rendben van. De ez saját zenekartól néha nehezebb. És akkor ezt ennek van egy ilyen módja, hogy le kell szoktatni őket róla. Így jó, és akkor olyan, mint a káromkodás persze, csak az észrevétel persze. Hogy... Nem, valahogy szerintem a zenésztársak, ugye én nekem ugye a testvérem a fő szerzőtárs vele a legnehezebb, de ő is nem fog tudni leszoktatni, de a többiek már ugye elengedték, és akkor... Én ezt a másik de az oldalon... évek munkája kell, tehát ezt nem lehet, hogy rögtön egy ide. Egyébként szerintem ez tök hasznos, hogyha ezt így elengedi az ember, hogy én ezt saját zenekar meg fordítva élem meg, hogy a dobosunk meg az énekesünk olyanok, akik így nagyon szeretnek, így szeretik ezt kézbe tartani, és gyakorlatilag, hogyha ilyen 4 vagyunk, a billentyűs meg én, mi vagyunk a maradék 2, és hogyha mi így még megint, tehát, hogy még 2 plusz dolog, vagy 2 plusz nézőpont bejön ebbe, az így olyan szinten tudja szabotálni a dolgokat, hogy inkább érdemes, mi most már így a harmadik lemezt csináljuk, és
úgy egyeztünk meg, hogy az elején nagyon komoly ilyen szabályokat fektettünk le kvázi, vagy így megegyeztünk abban, hogy ez a lemez, ez ilyen, meg ilyen, meg ilyen kell, hogy legyen, és minden ötlet, ami ezt szolgálja, az oké, és az jöhet bárkitől. Alapvetően a dobosunk kezeli a felvételt, és az ő szempontjai a legfontosabbak, vagy így ő az, aki leginkább így irányít, de egyébként meg ami ilyen extra dolog, vagy kicsit ilyen más irányba viszi a dolgokat, az csak szabotális. De így valahogy együtt meghoztatok egy produceri döntést, mert végülis ez is ilyen produceri dolog, vagy én úgy hallottam, hogy az, hogy így, hogy akkor ő eldönti, hogy mi az irány, és mondjuk ha van egy célközönsége annak az iránynak, ami meg van célozva, akkor mi szolgálja azt, hogy azoknak az embereknek ez le fog esni, és tetszeni fog. Igen. Gabi, nálad például, nálatok a disztópiában így mennyire vagy te a vezér? Az a zenekar annyira atipikus egyébként, mert én egyszerre vagyok nagyon kompromisszumkész, meg nekem nagyon fontossá vált az évek alatt ez a társaság, tehát szinte már inkább vagyunk baráti társaság, mint zenekar. Most nem is annyira erőltettük itt a Covid-ban, már jött az Andrisnak is a gyerek, meg ilyesmi. Szóval egyszerre vagyok ilyen nagyon kompromisszumkész, de ugyanakkor meg ha valaminél így csörög valami az agyam, hogy hú, az nagyon nem, akkor meg szinte vétójogom van. És aha. Ezt azért engedhetem meg magamnak talán, mert annak idején, amikor összejöttünk, akkor úgymond én voltam a képzettebb. Szóval azért vettek be a zenekarban, mert el tudtam játszani a gitárszólót. De érted, ez egy olyan régi valami. Szóval ez nem egy, ez szerintem nagyon nem tipikus dolog, de hát nyilván az évek alatt én is nagyon sok visszajelzést kaptam, próbáltam nagyon sokat tanulni emberi dolgokról is, meg minden, úgyhogy a legmesszebb menőkig próbálom a demokrácia látszatát meg. Igen. De cserébe látom azt is, hogy aki nagyon belekötős volt abba, hogy tehát aki itt a legjobban is idegesített az, hogy én esetleg néha feljogosítva éreztem magam dolgokra, az így, hogy én is engedtem picit, így már ő is sokkal hamarabb belátja, hogy de basszus, tényleg az lesz a jobb, és akkor tudod, így ezek a dőjfök így teljesen így kikoptak az egész sztoriból, és így csak az van, hogy szeretünk együtt zenélni, mindannyian szeretjük ezt a stílust, és akkor most már tényleg így menetelünk előre. Ez a legjobb egyébként, hogyha ezt így megtalálja a csapat. Hát aztán más kérdés, hogy az élet meg hagyja el, mert most meg már annyira toleránsak vagyunk, tudod, hogy jó gyerek, meg mit tudom, jó, most is elmarad a próba, tehát lehet, hogy ebbe egy kicsikét így, hogy is mondjam, megförmed a, hát remélem nem, de hogy érted, most én nem erőszakolhatok meg senkit, meg engem sem erőszakol meg senki, úgyhogy lehet, hogy emiatt meg egy picikét ilyen érdeklődés hiányába egy darabig még szünetel, mert hogy most az életnek más dolgaira kell figyelni. Nehéz család mellett, meg főleg neked is, hogy azért ez főállás a stúdió. Igen. A dalszerzés egyébként nálatok, hogy néz ki, hogy megosztjátok, vagy te sokat írsz így sokat, a stúdió mellett? Hát az, hogy nem írok sokat a stúdió mellett. Tehát 5 évente van lemez. De a többiek még ennyit se, és az nem izéből, szintén nem dövből mondom, mert én imádom, amikor valaki hoz. Most a Blanár Levi került hozzánk, mint új gitáros, és imádom azt a szitút, hogy én vagyok a rossz gitáros. Tényleg, tehát, hogy én vagyok a rosszabb gitáros, és végre van egy ember, akinek így lehet mondani, hogy ó, ott még csavarnak meg inspirál engem is, hogy olyan biztos. Abszolút, tehát egy kis friss vér. Ott inkább már amiatt aggódom, hogy nehogy az legyen, tudod, hogy mi már ilyen tatteszben nyomjuk, ő meg még, na hogy mondjam, tehát neki az lenne szerintem így az élettől az igazságos, hogy tényleg annyira tehetséges, meg annyira benne van, hogy menjen előre és csinálja, persze. Leszerződött egy külföldi. Ja, úgyhogy nem fogunk megsértetni, ha véletlenül így van. Ja. Számok is előfordult egy ilyesmi, hogy általában én írom a dalokat, majdnem 100%-ban, és most Bálint mégis hozott egy dalt. Na. És nem is terveztük be, és annyira jó sikerült, hogy valószínűleg az lesz a lemeznyitó. És ez most így pont jól jött ki. Király. Pont jól jött ki. Hát mi demozgatunk, és most van egy, amit a basszusgitárosunk ordít. Mert én nem tudok ilyen ordítosat, és akkor kipróbált. Basszus, próbált ki. És olyan király lesz, hogy mi is lehet, hogy azzal jövünk ki. Rohadt jól esik, már unom magamat hallgatni. Tényleg, tehát, hogy nem azért, de valóban mondjuk ilyen 80-90%-ban tehát én csinálom, meg mit tudom, a szövegeket én írtam az előzőre, de nem azért, mert
kiutasítom a dolgokat, csak így te akartad. Még valamiért még mindig én tudom a legjobban rávenni magamat az írásra. Hát én nagyon örülök, hogy ennyiféle témát ki tudtunk vesézni, úgyhogy köszönöm szépen, találkozunk legközelebb. Szuper volt, még köszönjük a lehetőséget. Sziasztok!